Sziasztok! Ez itt az FS TV, én pedig Veszti vagyok. Azt hiszem magyarázattal tartozom. Tulajdonképpen mit láttok most a képernyőn? Rendben, ugye az feltűnt, hogy ez nem StarCraft. Na igen, mert megpróbálunk egy kis kitekintőt tenni, kíváncsi vagyok, hogy mennyire tetszik nektek olyan téma, amit eddig még sem a Frostshockon, sem az FS TV-n nem érintettük. Tegyük föl indie játékok, vagy bármilyen más játék. Érdekel-e titeket egyáltalán az, hogy fogjuk magunkat, és így belekukkantunk más játékokba. Néha hülyeségekbe, néha komoly játékokba. Na, ez a kis sorozat, ez egyelőre hetente ezt fogja felülelni, ha tetszik nektek. Ha nem, akkor szavazzátok le a kommentekbe, és abba is hagyjuk. Tehát, Don't Starve. Mi ez a játék tulajdonképpen? Ez a Steamen föllelhető egy kis indie játék, nemrégen jött ki, és zárult le a bétája. Semmiről nem szól. Egy nagyon fura beteg világban játszódó túlélős játék Don't Starve, hát ugye nem kéne ilyen halni tulajdonképpen. Rendkívül késő van most, de próbáljunk meg egy-két napot lejátszani belőle, hogy tudjátok, hogy tulajdonképpen miről is van itt szó. Úgyhogy kezdjünk bele. Választottunk egy karaktert a legelején, ők már nyitott karakterek, velük nem szeretnék egyelőre buherálni. Több karakter is van, ilyen aranyos fiatalember, aki éppen mérget próbál önteni egy csirkébe, miközben folytogatja őt, vagy a kislány, aki házakat gyújtogat föl, és játszik a gyufával, vagy egy másik kislány, aki ül a saját kis ikertestvérének a sírján, vagy esetleg Wolfgang maga az erőművész, tehát elég beteg karakterek vannak, ahogy látjátok. Mindegyiknek van egy saját speciális képessége, ezt itt el is olvashatjátok, de én most igazából itt nem szeretnék egy ilyen komoly játékismertetőt elétek tárni, úgyhogy fogjuk magunkat és kezdjük a gyújtogatós hölgyel a játékba. Sőt, nem is a gyújtogatóssal, legyen mondjuk inkább Wendy. Wendy, akihez néha visszatér a kedves kis barátnője, a testvére. Ez csak sajnos szellem alakban, éjszakánként. Tehát beszélgessünk is inkább arról, hogy miről szól maga a játék. Nos, hát a keret történet az annyiban kimerül, hogy egy démon valahogy egy ilyen furcsa világba küldött minket. És ő a démon, a csokornyakkendővel. És nekünk meg tulajdonképpen túl kell élnünk. Tehát ahogy látjátok, egy ilyen teljesen fura grafikai stílusban készült az egész játék. Alapvetően gyűjtögetni kell, és ennek a három kis státuszbárnak nem szabad lecsökkennie. Tehát ugye nyilván enni kell, mint ahogy a játék neve is mutatja, gondolom ez azért úgy senkit nem lep már túlságosan meg. Nyilván nem szabad, hogy megöljenek minket, ugye ez a második, és a harmadik meg az, hogy nem szabad teljesen megőrülni, mert a játék az így elég sokszor, elég húzós dolgokat rak elénk, és például, hogyha nagyon sokáig sötétben vagyunk, nincsen fényünk, ilyesmi, akkor a karakter ez hajlamos egy kicsit kikészülni, és elkezd ilyet-olyat hallucinálni, kis csápok nyúlnak be a képernyő oldalára, szóval értitek, hogy van ez. Ez a három dolog az, amire igazán figyelni kell, plusz természetesen az, hogyha megnézitek a jobb felső sarokban a éj-nappal változást. Itt egészen konkrétan három rész van, van a nappal, a sárga rész, van a naplemente, a vörös rész, és van a sötétkék rész. Na most a sötétkék rész az maga az éjszaka. Ha éjszaka nem rakunk tüzet, akkor a játék gyakorlatilag automatikusan eldönti azt, hogy rendben, nem raktál tüzet, ez annyit tesz, hogy jönnek a szörnyek éjszaka és megesznek. Tehát ezen semmit nem csináltunk, ha nincs tűz, akkor instant meghalunk éjszaka. Addig mindenképp össze kell szedni egy kis tüzet. Na most ahhoz, hogy mi tüzet szedjünk össze, ahhoz nem ártana összerakni valamilyen eszközt, amivel fát tudunk vágni. Ez ilyen esetben a balta lesz, amiből szerencsére össze is tudok egyet rakni, mert volt egy kovaköven, meg egy ilyen kis, nem is tudom micsoda, ez a gajjam, amiből össze tudtam rakni. Úgyhogy kivágjuk ezt a fadarabot, nagy véletlenül itt tűz nélkül maradjunk az estére. A kislány az ilyen erőteljesen nagy slunggal üti ezt a fát, sikerült is kivágni ezt a 10 méteres fát legalább 5 mozdulatból, igen, jó karizma lehet a hölgynek. És közben megpróbálom mindent összegyűjteni, ami jó valamire. Ezeket a sziklákat is természetesen össze lehetne szedni, csak ehhez viszont már csákány kellene, amit még nem tudunk csinálni, mert végtelen sok kőre van szükségünk rá, vagy pontosabban kovára. Úgyhogy alapvetően a játék arról szól, hogy gyűjtsük össze, amit tudunk, és együnk, amikor lehet. Tehát az élelemre baromi nagy szükség van, mert hát evidens, hogy anélkül nem sokáig húzzuk a vadonba. Itt a kis bodzabokrokat megpróbáljuk leszüretelni. Egyébként végtelen mélysége van a játéknak, tehát össze lehet kombinálni tárgyakat. Van egy eszköz, a Science Machine, amivel sokkal bonyolultabb tárgyakat lehet csinálni. És az egésznek az, hogy ó, oh, hello pulyka testvér, sajnos, hogy egy fura hangot kiad, és el fog előlünk futni, és csak ilyen
egészen speciális mozdulatokkal lehet őt a túlvilágra vinni. Látjátok, ilyen fura dolgokat is látunk, tehát ezek malac fejek vannak karóra tűzve, és itt van egy kő, egy aktivációs kő a közelében, aktiváljuk be. Lássuk, mi történik. Egyébként ez valószínűleg elmentette a játékot, és hogyha meghalunk, mint ahogy mondtam, nincsen játékmentés rendes. Kiléphetünk, akkor elment ide, hogyha meghalunk, akkor vége a játéknak, nem kezdhetjük sehonnan. Akkor a karakter meghalt, hogyha 30 napot játszottunk, az 5-6 óra játékidőnk volt, akkor az veszik el. Tehát ez egy elég hardcore játék, igen izgalmas tud lenni, mert 5-6 ütésből viszont meg is halunk. Tehát nagyon oda kell figyelni az írhánkra, mert amikor a 6 játékóra után könyökölve sajnos a pókok kibeleznek minket, mert éppen telefonáltunk, akkor lehet, hogy nem lesz mindenki elragadtatva a gyönyörtől, hogy úgy mondjam. Úgyhogy most ebben a kis végjátszásban én addig fogok játszani, amíg meg nem halok. Már pontosabban inkább mondjuk azt, hogy egy 10-15 percet fogok játszani, és utána majd ti a videó alatti kommentben közlitek, hogy szeretnétek-e nézni a kis szőkehölgy további kalandozásait, vagy inkább hagyjuk a francba az egészet. Hogyha úgy döntöttek, hogy szeretnétek tovább nézni, annak én igen örülni fogok, és megpróbálok mindent megtenni, hogy ne harapjak fűbe idejekorán. Itt közben megpróbálom kivágni az összes lehetséges fát, hogy az éjszakára legyen tüzem, és ne egyenek meg, ne faljanak föl élve a pókok és egyéb rettenetei az éjszakának. Szóval, hogyha úgy döntötök, hogy tetszik ez az egész buli, akkor nyilván folytatni fogjuk. Ilyen kitekintőket, mint most más játékokkal játszás, stb. Valószínűleg hetente egyszer-kétszer fogunk megtenni. Egyébként a sírokat is ki lehet ásni, elég beteg, csak sajnos egyelőre még nincsen ásom. Tehát visszatérve a témára, hetente egyszer-kétszer fogunk ilyeneket csinálni, ez is egy külön rovat lesz. Szeretnék egy kicsit megújítani, egy kicsit felütni az FSTV-nek a hangulatát, ne csak a StarCraft rajongók tudjanak eligazodni a csatornán belül, hanem másoknak is szolgáltassunk tartalmat. Mert én igazából nagyon szeretem a StarCraftot, és nagyon szíves... Ezt figyeljétek, ez Isten. Haló? Haló, haver? Itt gágogott a pulyka, meg szerettem volna mutatni nektek, de úgy látszik, hogy most nem nagyon szeretne kijönni onnan. Tehát nem csak a StarCraft szeretőinek szeretnénk ezt a csatornát létrehozni, hanem mindenkinek, aki alapból a játékokat szereti. Legyenek akár ilyen groteszk hülyeségek, akár komolyak. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy erre a kezdeményezésre ti mit reagáltok. De térjünk is inkább vissza a játékhoz, én most így össze-vissza mászkálok, és ilyen egészen fura dolgokat találok. Úgy látszik, hogy így ilyen korai túlélőnek már nem sikerült olyan jól ez a túlélés dolog. Remélem, én se jutok hamarosan sorsára. Egyébként vannak ilyen kis mocsárrészek. Nem tudom, hogy most mutassam ebben nektek, és beégjek, hogy rögtön meghalok. Innen ki tudnak jönni csápok, amik két hitelnek. Tehát tényleg igen veszélyes a vadonban lenni, ezzel azt akartam elmondani nektek. Viszont minden egyes a képernyőn mozgó dologgal lehet valamit kezdeni. A madarakat le lehet vadászni. Gyakorlatilag mindennel lehet valamit csinálni. Ezt például itt el is lopjuk. Ott meg kutyák vannak. A kutyákhoz nem szeretnénk közel menni, pedig őriznek ott, úgy látom, egy varázsbotot. Én viszont találtam itt egy fegyvert magamnak. Tehát így végtelen sok dolgot össze lehet szedni. Viszont most kénytelenek leszünk tüzet rakni, mert különben nagyon hamar végét járjuk itt a játéknak. És az este folyamán nem nagyon lehet elmozdulni a tábortűzünktől, mint ahogy meglátjátok. Nagyon, nagyon cudar sötét lesz az éjszakában. És hogy egy kicsit is távolabb megyünk, akkor ilyen gonosz árnyak fognak nyúlkálni már a képernyőm, és megpróbálják megragadni a kis hölgyet. Amit ugye természetesen semmi szín alatt nem fogunk engedni a játéknak. Legalább 30-40 napig túl kell, hogy éljünk. Egyébként a túlélés azért nagyon nehéz, mert egyre nehezebb napról napra a játék, egyre durvább dolgok jönnek be. Például az ilyen 20. nap környékén beköszönt a tél. Ez azt jelenti, hogy semmilyen növény nem terem meg az egész erdőben. Hideg van, ezért folyamatosan megfagyunk és fogy az életerőnk. Emellé befagynak a tavak, tehát horgászni sem lehet, stb. Gyakorlatilag én eddig csak a bölénycsordáknak a rendszeres levadászásával tudtam elérni azt, hogy túléljek, de előbb-utóbb ott is fűbe haraptam. Most elvileg mi el vagyunk itt mentve egy életre, de ebben nem vagyok teljesen biztos, mert a játék nem nagyon magyarázza meg egyébként, hogy mi micsoda. Ami azért érdekes, mert végre visszajön a régi játékoknak a feelingje, hogy igazán magunknak kell kitapasztalnunk azt, hogy mi is történik itt. Most a helyzet az az, hogy két répám van még, amit tudok enni, most tele a hasam szerencsére. Viszont hogyha a két répát megettem, akkor finito, akkor nincs mit ennem, úgyhogy a következő nap össze kell gyűjtenem valami mérhetetlen mennyiségű kaját valamilyen úton, módon, különben nagyon hamar végem lesz, mint a botnak.
Most egyébként csak a reggelt várom igazából, mert éjszaka nem nagyon lehet elindulni kalandozni, mint ahogy már korábban is mondtam. Megyünk egy kis magot. Azt hiszem, hogy ha magot teszünk, akkor csak az életerőnk fog nőni, az nem laktat túlságosan jól. Viszont van egy csapdánk, amivel akár még kezdhetnénk is valamit. Nyulakat lehet vele vadászni például. Na, az első napot túléltük, már ez is valami. Húzzunk tovább. Nézzük meg, hogy egyáltalán merre az arra. Valami olyan helyet kéne keresnünk, ami bővelkedik mondjuk a répákban, vagy bármilyen bogyóban. Mert azokon gyakorlatilag a végtelenség el lehet érni. Hát ez nem a sivatag lesz, de kénytelenek leszünk átvágni. Egyébként előbb-utóbb szükségünk lesz kövekre is a sivatagból. Mert van egy Science Machine nevű tárgy, amit hogyha megszerzünk, akkor gyakorlatilag jobb eszközöket tudunk összerakni. Mondok erre példát, például ott tudjuk összerakni a lepkehálót. Hogyha tudni szeretnétek, akkor ez a kis csaj a kis baltájával nagyon tud ütni lepkéket, csak nagyon nehéz és ügyesen kell megtenni. A lepkék azok rengeteg életerőt adnak egyébként vissza. Viszont ugye van Science Machine-ünk, ez egy Tallbird. Ez egy igen nagy átok lény, és két ütésből megölne, úgyhogy inkább kereket oldok. Tehát, hogyha tudni szeretnétek, akkor a lepkék azok rengeteg életerőt állítanak vissza, és lepkehálóval viszont nagyon könnyű elfogni őket. Tehát érdemes építeni a Science Machine-t, majd csinálni egy lepkehálót, és még ezer és ezer dolgot lehet a Science Machine-nál csinálni. Ez gyakorlatilag egy olyan gépezet, ami megengedi, hogy több tárgyat kraftoljunk, mint amit alapból tudnánk. Egyébként mi itt vagyunk most. És nagyon-nagyon hülye mapot sorsolt a játék jelenleg. Szinte semmilyen kaja nincsen sehol, úgyhogy lehet, hogy ez egy nagyon rövid kaland lesz. Itt Fendivel. Mert nem látom egyelőre, hogy mit ennénk. Persze általában úgy sorsolja a játék a térképeket, hogy ezzel nem lehet probléma. De most egy kicsit meg vagyok ijedve, meg vagyok szeppenve, pedig már játszottam ezzel a játékkal. Pedig azért vagyok megszeppenve, mert sehol igazából egy maroknyi kaját nem látok, és mindegyik bokrot lelegeltem már. Úgyhogy villámgyorsan el kéne jutni a pályának egy olyan részére, mondjuk errefelé, ahol nem nyugodok ki azonnal, mert elég ciki lenne, hogy az első videóban meghalnék itt nektek. Na, itt van egy pici bokor, talán ez egy kicsit fog segíteni rajtunk. És tele a táskánk. Nem sokára majd csinálunk valamit, hogy kicsit nagyobb legyen a táskánk. Természetesen lehet nagyobb táskát is kraftolni. Végtelen dolgot lehet egyébként kraftolni. És rengeteg újítást hoznak a készítők egyébként a játékba. Gyakorlatilag havonta, fél havonta frissítik. Megérkeztünk itt a disznóknak a városába. Felszedjük a kis virágaikat. És nem tudjuk felszedni a virágaikat, mert tele a hátizsákom. Disznók közelben általában pókok szoktak lenni, ebben most se csalódható. Nézzünk egy kis harcot, megmutatom nektek, hogy milyen szitu itt a pókokkal. A disznók segítenek a pókok ellen, ők ősi ellenségek. A helyzet az azt, hogy nagyon sokat sebződünk, hogyha megnézitek, rengeteget sebződünk a mindegyes pók sebzésre, viszont stunlockolni lehet őket azáltal, hogyha egészen egyszerűen folyamatosan ütjük őket, de viszont ha egyedül lenne egy ilyen pók, vagy ha nem egyedül lenne egy ilyen pók, akkor nem tudnám stunlock alatt tartani, mert a másik megütne, miközben én vele fog az egyikkel foglalkozni. Itt van maga a disznó király is. Ő egy nagyon kövér disznó, mint ahogy látjátok, tehát a méretei azok igen ámulatba ejtőek. És neki lehet adni mindenféle tárgyakat, és ad helyébe mindenféle ajándékokat nekünk. Egyébként, ha megetetjük a disznókat, akkor a barátaink lesznek, és követnek minket. Ott tartottunk, hogy megpróbáljuk ezt a kis pókbojt összétszedni, kapjunk még sejmet. Sejmből lehet egyébként a korábban említett lepkehálót is építeni. A helyzet az az, hogy mert egy igen korai órában vagyunk, és egy kicsit dekoncentrált vagyok. Tudom, hogy egy ilyen 5 perce azt mondtam, hogy most kaját indulok keresni, és ez nem teljesen sikerült. De ott egy béka. Békacomb, az finom lehet. Csak az a probléma, hogy az utolsó pillanatban elromlott a baltám, és most két béka kerget, és mindjárt besötétedik. És a békáknak van egy ilyen rossz tulajdonságok, hogy amikor megtámadnak minket, hello Abigail! Megjött Abigail, kedvenc barátnőm, akin Abigail átmegy, az sebződik. Tehát gyakorlatilag körül lehet kájtolni őt mindenféle lénynek.
És ezáltal meg lehet őket ölni. Ugye meg is mutatom a békát. Sajnos a békák elmentek aludni, úgy látom. Tehát Abigail egyenlőre most csak követ engem, de például, hogyha itt lenne egy jó kis bivajcsorda, akkor keresztül vihetném rajta kétszer-háromszor Abigailt, leállnának vele verekedni, én meg addig megölhetném őket. Tehát ez ennek a karakternek az előnye, a kis ikertestvére. Egyébként, hogyha megnézitek, nagyon aranyos, még egy kis masni is van a hajában, tehát igazán cuki, sőt ki is van festve, hogyha jól megfigyelitek. Mint ahogy korábban mondtam, egy kicsit dekoncentrált ez a mai játékom, és kaját nem sikerült szereznünk, és mindjárt a második nap végén vagyunk. De ezt még túl is kéne élni. Egyáltalán van tüzünk? Van tüzünk, jó. Le kéne craftolni újra egy fejszét, mert a fejszé nélkül nem megyünk messzire a játékban, az az egyik legfontosabb dolog. És egyébként igen hamar meg kéne építenünk a Science Machine-t, hogy egy nagyobb ládánk lehessen, vagy pontosabb egy nagyon, nagyobb táskánk, mert most pillanat alatt betelik az inventoring, mint ahogy látjátok. Úgyhogy ezt a harmadik napon meg is fogjuk csinálni, ha elérünk odáig. A helyzet az az, hogy a játék az úgy működik, hogy egy ideig semmi para nincsen, ilyen gombákat nem érdemes felszedni, vagy pontosabban csak, hogyha nagy bajban vagytok, mert sajnos mérgezőek, és valamit mindig elrontanak. Tehát, hogy egy ideig úgy tűnik, hogy semmi baj nincsen, túlélek még 70 napot is engem, aztán nem érdekel, aztán másik pillanatban meg meghaltok, mert valamit elrontottok. Tehát elég egy apróságot elfelejteni, és vége a mókának, ennyi volt. Ezt előbb-utóbb meg is fogjátok látni, én sikítva szoktam rohanni különböző szituációkban, úgyhogy amikor igazán félelmetes helyzetben vagyok, akkor hogy is mondjam, elég férfiatlan magatartást tud kihozni belőlem ez a játék. Remélem, hogy ezt élőben nem fogjátok megtapasztalni, de semmi sincsen kizárva. Most egyenlően csak felfedezek, megpróbálom megkeresni Chestert, legjobb barátomat, hogyha majd megtalálom, akkor meglátjátok, ő egy mozgó láda. Úgy lesz, hogy disznók elmentek aludni, úgyhogy ideje lesz nekem is. És megpróbálunk virágot szedni addig, amíg éjszaka van, hogy töltsük valamivel az időt. Félek, hogy még nagyon be fog sötétedni itt már. Ha elég virágot szedtünk, akkor tudunk amúgy magunknak csinálni. Au! Na, ez például azért történt, ez a két sebződés, és azt hittem, hogy meg is fogok halni, mert túlságosan kimentem a sötétbe, és megtámadtak az éjszaka lényei. Úgyhogy, mint ahogy látjátok, fele HP-ra csökkent az életerőm, és a kajában sem vagyok túl erős. Nem is tudom, talán meg tudom magamat gyógyítani. Igen, egy kicsit meggyógyítottam magam. De ez még mindig nem az igazi. Megeszünk egy-két magvat. Az életerőnk nagyjából rendben lesz. A helyzet az, hogy a szemétünk is elkezdett csökkenni, és kajások is vagyunk, tehát nem tudom, hogy hányadik napot fogjuk megélni ezzel a karakterrel, de semmi baj, valami megoldjuk. Igazából itt oldalt van a kis építőmenü, és végtelen számú csapdát, fegyvert, ilyesmiket lehet építeni, és egyébként rengeteg meglepetéssel tartogat maga a térkép is. Most viszont le fog émni a tüzünk, és kinyitvanunk, hogyha nem figyelünk oda elég időben. Na, úgyhogy a helyzet ennyi úgy néz ki, hogy a második napot még sikerült átvészelnem. Légy szíves a videó alatt, odalent, a hozzászólásukban tudassátok velem, hogy érdekeltiteket ez? Nem érdekeltiteket ez? Maradjunk a StarCraftnál, esetleg nézzünk más játékokat. Mit szóltok ahhoz, hogyha egy kicsit felhigítjuk, kicsit megszínesítjük a csatornák az életét, a csatornának az életét ez és ehhez hasonló játékokkal. Úgyhogy Wendy túlélte a második napot, szerencsére. Reméljük, hogy a harmadikat és a negyediket is túl fog élni. Írjátok le a véleményeteket. Ez itt a Frosok TV volt, és én Westy voltam. Sziasztok!